A Tajti Music hangszeráruházak története a 90-es években kezdődött. A céget akkor alapította Pelléden a közismert baranyai zenész Tajti Zoltán, mégpedig azzal a célral, hogy a hazai zenészekhez a legkedvezőbb áron juttassa el a népszerű vagy ritkaságnak számító hangszereket, hangtechnikai és fénytechnikai berendezéseket. Első üzletük és szervizük Pellérden kezdte meg működését. Dinamikus fejlődés eredményeként napjainkban már Budapesten és Pécsen található hangszeráruházaik mellett webáruházuk is a kényelmes és gyors kiszolgálásról gondoskodik. Tajti Zoltánnal és kollégáival fesztiválokon, falunapokon és nagyobb rendezvényeken is találkozhatunk, melyeket professzionális módon ők hangosítanak. A céget történetére oly büszke Tajti Zoltánnal, a Tajti Music Pelédi központjában nosztalgiázunk. Hát ez egy kényszervállalkozás volt, így, 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 hívták már annak idején is. Még a 80-as éveknek a, a popzenekarai, akik amelyekkel, vagy a, igen, amelyekkel a vidéket jártuk, és hát hangszerigényünk volt. Úgy tudtuk beszerezni a hangszereket, hogy volt egy nagyon-nagyon-nagyon régi kapcsolatunk, volt kettő kapcsolatunk. Az egyik az a Réendre volt Münchenbe, Ő egy magyarul beszélő, szerb-horvát területről kivándorolt hangszerboltos volt, ő volt az egyik kapcsolatunk, a másik pedig a Langowski néha még emlékeznek a zenészek rá, ő pedig Hamburgba, ahol hajózták be a világportékáit, a hangszereit, és ő volt nekünk a kelet-európai zenészeknek a hangszerellátója. Nála lehetett a legjobb körülmények között megvenni, és rettenetesen becsületes kis Asszonyságot volt. So sosem tudtuk, hogy kivel beszélünk, de nekünk mindig kedves volt, és ő, ők, ők voltak a mi beszerzőjeink még ugye a vad-keleti időkben. Aztán a későbbiekben, ahogy, ahogy már útlevelet vagy vízumot tudtunk szerezni, és mentünk-mentünk saját lábon beszerezni a, a, az újabb és újabb hangszereket, akkor azért már egy kiterjedtebb világgal találkoztunk, megkerestük és meg, megkutattuk. Nekem volt egy rettenetesen nagyon egyszerű kis módszerem, mivel nem tudtam németül, így egy 40-50 általános mondatos kis sablont készítettem egy, egy zenésztársam feleségével, és ezeket a mondatokat alkalmaztam a Fax idejében, hát akkor a Faxnak ugye nagy, nagy nagy ereje volt, és nagy kapcsolattartó szerepe, és, és hazahoztam a magazinokat Németországból, és abban a hirdetésekből megpróbáltam fölkutatni azokat a cégeket, akiket be lehetett kóstolni és támadni, hogy ott szerezzük be legjobb áron a portékákat. Általában Ez, mindent be tudtál szerezni? Tehát nem minden. volt olyan, amit nem? Nem. nem. Általában mindent be, be tudtam szerezni, és megtaláltam azokat a helyeket, azokat a forrásokat, ahova, ahova, el is mentem, és lábon, lábon kihortam ezeket a, ezeket a kis városokat, nagyvárosokat, egyebeket. Jól is, jó esett, jó volt a kirándulásnak is, bár fárasztó volt, bár fiatalon azért ezt lényegesen jobban, jobban bírtuk, mint most, mostanság. Tehát akkor, hogy beültem Németországot megtámadni egy hangszerbeszerzéssel, az olyan volt, hogy ki, ki is vezettem az autót, meg haza is vezettem. Nagy, nagy cégekhez betaláltam. Olyan cég cégekhez betaláltam, mint Dinakort cég, aki, aki aki a német hangfal, vagy európai hangfal gyártásnak a mercedes -e volt, a legjobb volt. hát kapun mentem be, tehát egy hátsó... Tehát szem... nem a vezérigazgatót kerestek, nem, hanem nem, a... egy, egy raktár vezetőt, vagy, vagy, a, vagy így, ott ő, dolgozott. Pontosan, úgy, ahogy, ahogy mondta, a szervízen keresztül sikerült bejutni a, a, a telepre, és a szervizen keresztül próbálkoztam alkatrészt venni, vásárolni, mivel Magyarországról gyakorlatilag senki különösképpen nem járt hozzájuk, így azért szívesen fogadtak, bár nem szolgáltak ki kész termékbe, mert azt a, kötötte őket a kereskedelmi megállapodás egy magyar céggel, aztán amikor már egy év után, egy év után egyszer csak hivatott a vezérigazgató, vagy az igazgató, nem tudom, azt hiszem vezérigazgató volt ő, hogy elbeszélgetésre, hát akkor persze összerándott bennünk minden, hogy mi bűnt követhettünk el, hogy minket az igazgató hivat. számunkra, számomra, hogy akár új, új kézterméket is tudnák vásárolni. Hát ez volt a végtelen nagy boldogság, mert mindig csak valakin keresztül, hát ezen a Riendrin keresztül tudtuk Straubingból, ből akkor gyárból elhozni magunknak a, a, portékákat, ugyan nagyon jó áron, de, de mégis, hát ez egy végtelen nagy lehetőség volt. Aztán meg, megsikerült őket még egy olyannal is győzni, amit kevés gyárt tett volna meg, vagy szemet hunyt volna. Ez egy rettenetes érdekes dolog volt. El tudtam velük azt a, a helyzetet, állapotot hitetni, hogy, hogy itt Magyarországon nagyon-nagyon jó termék a dinakort, de hát nem mindenki tudja megvenni, megvásárolni. Én pedig nyitott szemmel jártam a szervizbe, és minden alkartészét megpróbáltam tőlük megvenni, megvásárolni, és ebből lett egy ilyen, átugrok egy, egy évet, két évet, 1600 az darab Dinakord helyett Tajti Kord kó kópialádát gyártottunk lepenni, de ugyanazokkal az alkatészekkel, ugyanazokkal a fa munkája készült itt és a, és a, a panel munkája a fő, főiskolán. És és ezzel is csináltunk nekik egy, egy nagyon jó forgalmat, és Magyarországra egy számukra elfogadható forgalmat. És ez így 7 évig tudtuk ezt. Ezt, csak ezzel a gyárral, akkor betévettünk az, az Akraf gyárba, betévettünk a Szolton gyárba, betévettünk mindenhova, hova lehetett kereskedelmi szempontból. Előbb-utóbb belépőd volt minden. Előbb-utóbb -előbb belépőd volt mindenhova, tisztelettel, becsülette fogadtak bennünket. Ami nagyon nagy pikantéria volt ezekben az években, hogy betaláltunk Straubingba, a Dinakor városába egy kis családi, hangszerboltba, egy, egy kis emeletes lakás volt átalakítva, és észrevették, hogy mi, mint magyarok, nagyon affinisek voltunk arra, hogy a használt terméket, az egyebeket, az olcsóbbakat is elhozzuk, mert hát volt rá kereslet. És, és, egyre többet bemertek számítani hangszereket, beszámítottak hangszereket, azért, mert jöttek a magyarok, és akkor a magyarok úgyis majd ezt majd elviszik. Rettenetesen jó feltételekkel összeszedték nekünk a használt hangszereket, egy év, másfél, két év múlva olyan forgalmat tudtunk ennek a családnak csinálni, hogy ők már egy nagyobb boltot nyitottak meg a város szélén, és aztán következett egy 2000 négyzetméteres bérleményük, és és gyakorlatilag uh, arra serkentettem őket, hogy mi elviszük ezeket, nekik pedig egy vérpesdítés volt, hogy a német be tudta valahova vinni a hasznátját, annak volt egy másik piaca, persze hoztuk el. Ez volt az így, igazi KGST. Ez volt az igazi KGST piac, csak ők, csak ők ezt nem így élték meg, de ennek itt nálunk nagy kereslete volt, és, és ez a kettő, ez nagyon-nagyon jól és nagyon intenzíven vitte magát, a kérdésre még a válasz az, hogy mit lehetett beszerezni, mindent be lehetett szerezni, és pont ennek lett itt olyan 1992-re, 93-ra már kialakult egy olyan híre, még emlékszem arra az újságra, talán meg is őrzöm, a magazinnak a Soltész Rezső által publikált egy oldalnyi másfél órás cikkét, ami körülbelül arról szólt, és ezt félretéve minden magaslatot, hogy pellérd a zenészek hazája, vagy központ, paradicsoma, vagy valami ilyesmi, és egy nagyon-nagyon jó híre lett, 10-15 méteres sorok várták itt az udvarba a portékát, amikor hazajött és hazadöcögött a, a, az autó és hozta a, zenészeknek. És így ismerkedtem meg egy, egy zenészvilággal, világgal. Gyakorlatilag belekeveredtem ebbe a kereskedelembe, soha nem voltam kereskedő de mindig teljesíteni szerettem volna, és ez a, ez a, ez a bizonyítás vágy hozott egy kereskedelmi hobbi kereskedelmi tevékenységet. A mai napig is hobbinak tartom magát, ezt az ágát, mert a szakmámat tekintve azért én egy, egy, egy imádottan szeretem a, a, az építészetet, az örökös építést, a, a, a megint építést, az újabb építést. Én emlékszem arra az időszakra, tehát ott az ezzet környéken, amikor itt jártunk nálatok, szinte vendégkísérő kellett, hogy az ember ne tévedjen el itt a labirintusba, annyi mindent lehetett látni. Igen, igen, tehát igye, igyekeztünk választékot, meg változatosságot nyújtani. Hát a, a budapesti voltat, amikor a, a 90-es évek 1999-ben Károly Körúton megnyitottam, akkor annak lett egy olyan varázsa, hogy, hogy egy, csa, egy családtól vettem, vásároltam, happy rendszerességgel vettem Kisebb vagyonokért olyan szintű dekor, dekorá, dekoratív anyagokat és dekorációs eszközöket, virágokat, fákat, pálmafáktól kezdve, olyan minőséget hoztak akkor ők be, hogy hogy ez kihagyhatatlan volt, és ezzel ezzel föl, föl díszítettünk, barátságossá tettünk egy boltot, és ha bejöttek a Károly körötti boltba, akkor ámultak, és, bámoltak, akkor ámultak és bámultak, mert a kongák fölött ott egy banánfalógott, és ott egy ott egy olyan környezet adta magát. Mindig igyekeztünk szépé, varázslatosabbá és családiassá tenni a, a hangszerek megmutatását, a bemutatását. De lett egy ilyen szeretetteljes családi légköre magának a boltba, nem beszélve a hm, kollégákról is azért, hogy azért egy, egy affinitású, egy gondolkodású, egy, szellem, egy, egy szellemiségű uh, kollégákat lehetett magam mögé, ez, ez életem egy nagy szerencséje volt. 90-es évek ezredforduló bálizene tombolt Magyarországon, minden hétvégen buli volt, rengeteg zenekar Baranya megyébe. Egy kicsit idézzük fel ezt az időszakot, kikkel állt a kapcsolatban? Hát, akikkel nem álltam kapcsolatban, azok, azok nem léteztek, vagy ha, ha még nem álltam velük kapcsolatban, akkor segítettük őket. Tehát azért azért volt volt bennünk, hangszer volt részéről egy olyan egy olyan úgy, úgy éreztem egy kötelesség, egy kötelezettség, hogy a zenész társadalmat, a környezeti zenész társadalmat, zenekarokat segítsük, támogatjuk, és valódi, kézzelfogható fizikai eszközöket kaptak, használatra, nem bérleménybe, hanem évet, éveket volt, amelyik zenekarnál évekig ott volt egy fölszerelés, és, és, és talpra tudtak állni, segítettük őket. Maga a cég az, hogy épült föl, említettük itt már Budapestet, a Pellérdi főhadiszállást, amit én Houstonnak neveztem, és hát Pécsett is persze egy hatalmas nagy üzlet kialakult. Hogy láttad át, hogy tudtad átfogni ezt a nagy rendszert? Hát valójában nagyon Nehezen tudtam átlátni, mert mindig elfoglaltam magam a, a tevőleges munkákkal, és mindig részese voltam a, a beszerzési oldalnak, bár a, a boltba vagy a boltokba ugyanúgy eltöltöttem az időmet. Egy szerencsém volt, egy nagyon nagy szerencsém volt, hogy mindig jó társak, kollégák voltak a, a pult mögött, megbízható, becsületes kollégák voltak, és 20 éves kapcsolat, mondjuk a budapesti boltunk, a mostani nagyáruházunk, és ugyanazokkal a, az emberekkel, ugyanazokkal az állománya kollégákkal, üzlettársakkal működik, akikkel 1999-ben egy pót mögül adtuk és értékesítettük a, a dolgokat. Nagyfiam bekerült a daráló gépbe, ő viszonylag gyorsan és könnyen, Fölvette a ritust, ő viszi a, a Pécsi üzletet, a Pécsi boltot, és hát a kisebbik nagyfiam is, mert van kisebbik fiam is, meg kisebbik nagyfiam is, ő pedig most két éve, három éve szintén, ő már tanult kereskedőként, iskolai háttérrel, de itt a tellértelephelyi munkákba, tevékenységbe, netes háttérbe, az internetes világba, és az értékesítés világába bele, bele, kóstolt, beleszállt, és teljes értékű tagként velünk együtt közösen teszi a feladatát. Tehát a, a tradíció azért folytatódik, és jön az utánpótlás, és még mindig van utánpótlás, még mindig van tartalék, hogyha ezeken így szépen-szépen haladunk, akkor csak eljön majd egyszer. Csak eljön egyszer az az idő, amikor még többet el tudok menni majd horgászni, mert még elég keveset kell menni horgászni, és egy kicsit fel tudom magamat szabadítani a, a dolgoktól, de túlzottan nem, túlzott reményeket nem állítok magammal szembe, mert minden reggelemet azért imádattal kezdem meg, akár a, a falu közösség faluvezetői munkáival, akár az építész tevékenységembe, és akár a hangszerbolti tevékenységem. ezek nem lennének szerintem, nem is, nem is jól élném az életemet, de már nem vagyok olyan munkamániás, mint voltam. Csak egy kicsit. Na beszéljünk egy kicsit erről a polgármesterségről. Tehát az ember életében mindig vannak inspirációk, amikor egy új kihívásra vágyik. Hogy jött nálad ez, hogy te Pellét polgármestere legyél? Megkerestek, te gondoltál rá, hogy ezt szeretnéd csinálni, vagy a kettő összevágott be. Hát, nyolc évig voltam képviselő a 2000-es években, aztán befejeztem a, a képviselői mandátumomat, nem tudtam, nem tudtam magamat úgy hasznossá tenni benne, valahogy a helyzetek akkor úgy adták és befejeztem a tevékenységet, aztán a 2010-es választásokkor megkerestek, elutasítottam, mindenkit elutasítottam a környezetemből, vagy köszönöm, nem kérek belőle, viszont volt egy lakóközösségek is csoport, a reformátusok csoportja, akik, akik elindultak a... a Községbe, és kopogtató cédulákat gyűjtöttem, lebeszéltem róla őket, hogy köszönöm, én nem kérek belőle, nincsenek ilyen ambícióim, nem is akarom, éppen nem is hiányzik számomra, de ők azért végigmentek, és több, többszörös mennyiségű kopogtató cédulát hoztak, ráadásul nem képviselői mandátumra, hanem polgármesteri mandátumra, és nem volt visszaút, ezáltal, bár szerettem volna még mindig választások előtti utolsó órákba ebből az egészből úgy kilépni. Nem volt már visszaut, már a tisztelet az azért követelt valamit, és a választások úgy hozták, hogy messze menőleg hát újra számolás nem igényelt a választás, és megválasztottak a községbe polgár, polgár mesternek azt sem tudtam, hogy, hogy holnap hogy alakul az életem. Tehát azért mögöttem ott voltak a feladatok, a kötelezettségek, egyebek. És hát is így, így, így lettem, így indultam el polgármesterként. Kicsit komorabb lettél, mire ez a téma egy előkerült. Igen. Látszik, hogy, hogy, ez azért nagy teher azért a lelkedben, más, mint amikor ott a hangszerüzletben vagy, ugye? Igen, ez egy, ez egy más teher, ezt nagyon-nagyon jól látod és jól érzed más teher, de fizikai értelemben fizikai értelembe nem okoz terhet számomra. Emberekkel kell dolgozni. Emberekkel ugye? kell dolgozni, az, egy, nem egy, az nem egy egyszerű kihívás, az emberi tolerancia, tűrőképesség szintje, a megoldások magazinja, az ötletbörze, az, az állandó építkezés. Talán oda vissza ezt a kérdésedet, hogy hogy az a szakma, amit én vittem, képviseltem, és, és tíz éveket benne dolgoztam szeretettel az építész szakma, az örökös építés, a fejlesztés, a fejlesztése, az egyebek, ez, 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 a tevékenység volt az, ami ebből a, ebből a polgármesteri feladatkörből olyan szinten inspirált tovább, hogy, hogy minden érdekelt, hogy mit tudunk építeni, mit tudunk pályázni, hogy tudjuk azt megépíteni. Tehát ha egyszóval mondhatom, a polgármesteri tevékenység részét képező építészeti, magas-mélyépítészeti, gépészeti, mások minden mást is megtanultam, vagy betanultam, beletanultam örömömre, ez ez olyan szinten inspirált, hogy, hogy azért... Itt itt nagyon jól kiélem azt a hiányomat, amit a, a szakma miatt félre kellett, vagy a, a más tevékenységem miatt félre kellett tenni. Örömmel végzem. A tárgyasság kedvéért azért mondjuk el, hogy harmadik ciklus óta csinálod ezt a dolgot, és gyakorlatilag az lenne a kérdésem, hogy kik szeretnek jobban, a pellérdiek, vagy a zenészek? Hogy érzed? Hát ezt, ezt azért így, így részemről azért nehéz ezt, nehéz ezt kimondani, meg talán illetlen is kimondani. De tisztelnek, De... becsülnek. Mind a pellérdiek, mind a zenészek. Szerintem, szerintem igen. Szerintem igen. Sokat foglalkozok a Hát ezek ilyen szavak, hogy az emberekkel. Igen, én, én valóban polgármesterként, ha kell, ha kell és szeretek, házhoz megyek a, a problémákat békés módon, és, és, és igyekszem a, a legbékésebb, leghumánosabb megoldást, és mellé a becsületet. Tehát azért, azért, én azon polgármesterek közé tartozom, amit vallok, hogy mások is ilyenek, és én szerintem minden polgármester valahol a végtelenben nagyon becsületes. Ezt, ezt gazember módon nem lehet végezni. Tehát a polgármesterség az egy szintiszta, nyílt egyenes, becsületes és értetetlen embert jelent. Ha ezt valaki, ezeket nem tudja magával kihozni, az, az ne legyen polgármester. Tehát itt, a, a, itt a, az emberi tisztességnek és a becsületnek nagyon nagy mércéje van. Örülj meg a jó kedvedet, a mosolygós arcodat, és hát bízzunk benne, hogy előbb-utóbb visszatér az élet Magyarországra is. Hát már most vissza kezd, kezd térni, már most örülünk neki, tehát ebbe a pár napba és ez ez egy nagyon-nagyon kis, vékony kis statisztika, amit vannak, de már ebbe a pár napba éreztük, hogy megmozdult valami, és jönnek a telefonhívások, jönnek a bejegyzések, hogy rendezvény falu nap lesz, városnap lesz, kell menni hangosítani, hangszer, hangszerek kellenek, pályázatok vannak, egyebek. Tehát én, én már látom, hogy nyílik a világ, és, és hát, hát megint csak igazam lehet, optimistának kell lenni. A Tajti Műzik munkatársai számára a főnökhöz hasonlóan fontos ügyfeleik elégedettsége, törzsvásárlóik hűsége és szeretete, ezért rugalmas vásárlóbarát hozzáállással biztosítják, hogy termékeikhez kényelmesen és gyorsan juthassanak hozzá üzleteikben, vagy éppen a kiszállítás módján. Számos híres, elismert, előadó művész tudhatnak visszatérő vásárlóik között, bizonyítva, hogy jó úton járnak. Az irányítás pedig továbbra is a zenépar nagy doenje az a Zoltán kezében van.